karácsonyfa díszítés közben, az ajándékok átadása idején, vagy az ünnepi asztal mellett jussanak eszünkbe azok is, akik az ünnep reggelén vagy estéjén szolgálatba igyekeznek, egyenruhába bújnak, és vigyáznak önökre, vigyáznak ránk. Ilyenkor egy kicsit igyekszünk az ünnep fényéből becsempészni a munkahelyeinkre is, egy feldíszített fenyő, pár szaloncukor, vagy egy nagyobb tál sütemény formájában, melyet megosztunk egymással. Make me a channel of your peace. Köszöntünk mindenki tudósága! Szépen a parodó! Holnap már szent este van. Nálatok ajándékok már rendben vannak? Hát igazából az a helyzet, hogy eléggé meghúztuk az év végét, és ugye most is itt vagyunk és fellépünk, úgyhogy már mindannyian le is rokkantunk előbb, és hát háromból ketten nekem hangom nincs, Csabinak lába nincs, úgyhogy picit lerokkantunk az év végére, és érezzük ezt a nagy hajtás, ennek a nagyhajtásnak az eredményét. Úgyhogy már vannak tervek, és nem tudunk megállni, és pörög az agyunk, de szeretnénk letenni ezt egy picit erre a holnapi napra legalább, meg erre a mondjuk három napra. Igen, egyébként. Hát én például személy szerint online tudtam dolgokat vásárolni a szeretteimnek, és nagyjából így ebben kimerült ez a történet, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon busy volt ez az utolsó pár hét. És hogy töltitek a karácsony? Családdal? Hát természetesen családdal, barátokkal, de szerintem ez teljesen egyénfüggő, de ha speciál engem kérdeztek, akkor én igen, leginkább a családommal. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan velünk tartottak az ünnepvárásban. Köszönjük szépen az iskoláknak, a közreműködőknek, a sztárvendégeknek és mindenkinek, aki ezt az elmúlt négy hétvégét, ezt az elmúlt négy adventi vasárnapot velünk töltötte. Nagy örömünkre szolgál, hogy újra sikeres rendezvényeket bonyolíthattunk le a társszervezetekkel együtt, hiszen ez nélkülük nem sikerülhetett volna. Úgyhogy ezzel az örömmel kívánok mindenkinek boldog karácsonyt, és egészségben, örömökben gazdag új évet!